A jövőben akár Andó és Mosonmagyaróvár irányába is bővíthető lesz az a kerékpárút, ami a közeljövőben valósul meg János Somorja belterületén. A település összesen 348 millió forint 100%-os Európai Uniós támogatásban részesült egy topos pályázat keretében, amiből több mint 4 kilométer kerékpáros létesítmény épül majd, és kitábláznak további 1 kilométernyi kerékpározásra ajánlott útvonalat is. 2015-ben készítetett az önkormányzat János Somorjára egy kerékpárút hálózati fejlesztési koncepciótervet. Tehát ez igazából egy ilyen vázlat ötletek megfogalmazása volt, és akkor már az kitisztázódott, hogy három részre kell bontanunk ezt a hálózati tervet. Ez a három szakasz János-Somorja belterületén a Bajcsy-Zsilinszky utca elejétől a Tarcsay utca végéig, a Tarcsay utca végétől az országhatárig, valamint a Bajcsy-Zsilinszky utca elejétől Moson-Magyaróvár irányába tart majd. Ezekre a szakaszokra elkészült a kerékpárforgalmi hálózati terv, amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium terv zsűrije is jóváhagyott. A jogerős építési engedély birtokában 2018 májusában megindult a közbeszerzési eljárás a kivitelezésre. Lőrinc György a lakossági fórumon kiemelte, az elmúlt 5 évben megduplázódott az áthaladó forgalom János-Somorján, ezért mindenképpen szükséges volt a biztonságos kerékpáros közlekedés lehetőségének megteremtésére. A helyi kötöttségek és helyhiány miatt kerékpárút létesítésére csak rövidebb szakaszon van mód, többnyire az útpálya szerkezet szélesítésével kétoldali kerékpársáv létesül, és kerékpáros nyomot jelölnek ki. Ők a belterületi szakaszon, különösen ahol a geometria olyan, mint nálunk is, ott a kerékpársávot támogatják. A kerékpársáv az azt jelenti, hogy van a autók számára fenntartott, burkolt, aszfaltozott felület, ami jelen esetben itt nálunk, meg általánosságban 6 méter, és emellett egy sárga vonallal elválasztott, 1 méter 32 pontosan szélességű kerékpársáv kerül megvalósításra. A munkálatok a napokban megkezdődnek, a tervezett teljesítési határidő pedig 2018. október 31-e. A lakossági fórumon elhangzott szakaszos kivitelezéssel lehet számítani, ami várhatóan félpályás útlezárással és forgalomtereléssel jár majd. Ezért az önkormányzat, a tervező és a kivitelezők felhívták a lakosság és a közlekedők figyelmét az óvatos közlekedésre, a balesetek megelőzése érdekében az építési munkaterület mentén, valamint a lakosság türelmét és megértését kérik.